Uno, momento pratico, da questa parte abbiamo l'uomo del bosco completamente civilizzato. Poi abbiamo i nani, i popoli, siamo fuori del mondo. Abbiamo la donna prosciutta, nonché la detrice. Il suo uomo lo può operare a trasformare. Tutti i piramidi del mondo dovranno superare. Ez a Circus Hungaricus. Itt nincs csalás, sem ámítás. Csak tessék, hamarosan kezdődik az előadás. Nekem mindig volt egy ilyen ötletem, egyrészt magam is voltam bohóc, másrészt pedig mindig akartam egy ilyen cirkuszos dolgot csinálni, de a Rolling Stones Rock and Roll Circus az távol tartott. Még élünk, 83. De minek? Olvasgattam a szövegeket. Minden szövegnek van egyfajta ritmus, ez csak a formai dolog, tehát az, hogy van egy ritmusa. Az egy adott dolog. A szövegekben az érzelmi információ még benne volt. Bennem ezt a zenét hozta ki. 5 éves rác, a cirkusz érdekelt, nem a zene meg a színház. Vigyázz ki a Csodaföldi volt telefonon, hogy a Hubó nagy lemezét hallotta Déli. Tudod-e, hogy miről szól? Azonnal elrohantam, szereztem egyet, és meghallgattam, és azonnal tudtam, hogy ez az, amit keresünk. Leon! Leon Gelsze! Valamilyen vízió ez, vagy reflexió a mai Magyarországra, mert hát én ezt érzem, hogy meg még azt is mondtam, hozzátehetem esetleg, hogy látom is. A lányok mindig, a nők is mindig, az asszonyok is, a lányok mindig, a nők is mindig, a rossz fiúk szeretik. A mi szerepünk ebben az egész történetben egy teljesen független a csipollák világától egy olyan alternatívát mutatni, amelyben nem a pénz dominál, hanem sokkal inkább a valami más, egy ilyen adni-adás. Eltört minden a hit a nimbusz. Semmire sincs, csak a himnusz. Ez az egész egy kicsit zűrzavarosnak tűnik, de valójában mindennek és mindenkinek megvan a helye, de gyorsnak és pontosnak kell lenni. A forgatókönyv persze elég bonyolult, és nem csoda, ha mindaz, ami a színpadon történik, egy nagy őrületnek látszik. Ebben a munkában éppen az a legnehezebb, hogy minden simán menjen. Sokan mondták azt, hogy akkor a Circus Hungaricus majd az idősebb korosztálynak lesz, mert hogy ugye hobó miatt. De ez biztos, hogy ez nem így van. Szerintem a rockzene az egy örök zene, az egy örök műfaj, a mondani valója az meg szintén. A rock and roll mindenki. Szóval itt a pontos kifejezés, Circus Hungaricus. Óriási sikert aratott egyébként az előadás Hobo és Vidnyánszky Attila rendezésében, elképzelésében Békés Csabán. Állítólag május 29-től már állunk a fővárosban, Budapesten, és látható majd valahol ott a Hősök terén. Igen, de annyira szeretném, ha egyszer megnéznéd ezt a Poront Színházat, ahol mi már tavaly az Albert Camus musicalt is rögzítettük. A nézőket pedig arra buzdítom, hogy telefonáljanak.